Sziasztok! Sziasztok! Ismét itt vagyunk, ismét itt vannak mellettünk a bőröngyeink, ismét utazunk, úgyhogy tartsatok velünk. Egy 4-5 napos túrára megyünk Franciaországba, és nem túrára, egy körútra megyünk Franciaországba, Nizza, Monaco, Monte Carlo és a környéke. Még nem tudjuk, hogy hova fogunk eljutni, ezért nem is akarom sorolni. Nincs konkrét tervünk, megyünk, és 5 napon hazajövünk, de az 5 napot töltsetek velünk. Lehet, még oda is eljöttünk, ahova nem is akartunk. Azért mondom, hogy sok cél van a fejünkben, de hogy mit tudunk megvalósítani, mert most az egyszer úgy megyünk, hogy nincs előre elejé, vagy hova fogunk menni, úgyhogy meglátjuk még, mi sem tudjuk, mi vár ránk. Tartsatok velünk! Így van. Jó szórakozást! Sziasztok! Indulunk, gyertek velünk! Hamarosan a taxi értünk, irány a reptér. Most 14 óra 5 perckor indul a gépünk Nizzába. Addig eszünk egy gyümölcsét. Leesők az ő közös fotónk. Megérkeztünk a reptérre. Fú, majdnem elúttam a taxiba, no. Pedig a 45 perc alatt idejöttünk, csak lassan jöttünk, dugó volt. Igen. De itt vagyunk. Becsekkolunk, aztán pontosan 2 óra múlva indulunk. Hadd szóljon. Nem titok, hogy a 22-es a szerencse számunk. Így itt elmondom miért, mert Feri 22-én született, ami alapjától a 2x2 az 4, én 31-én születtem, 13. kerületben lakunk, 13-án házasodtunk, Csúri a 4. hónapban született, aztán sorolhatnám a lakásoknak a számai is, 4-es minden, úgyhogy nekünk ez bevált. Pálmafával találkozunk a leszálláskor, az már nem lehet rossz hely. Ott mindig jó világ van. Csak nekünk van. Tiszta, üres ez a mozdul. Nem mondom, hogy miért. Mert leszálltunk a repülőtéren, és nem lehet az venni jegyet a villamosra. Csak egy következő állomáson, ahol el kell menni, ahhoz 2 euróért meg tudják venni. Tehát itt jöttek, mentek, mivel felszálltunk erre, és megvettük a drágább jegyet, ami egyébként nem annyira drága, de megvettük, tudja, és megyünk 13 megállóra vagyunk a szállástól. Már nem kellett szállni. Még annyi a meglepetés, egyébként maradjatok itt, mert nem tudjuk, hogy hova megyünk. Mert csak mi vagyunk ezen a villamoson, vagy mi most ez. Még mi vagyunk. Megmutatom nektek. Bemutattam a folyosót eddig. This is my room. Okay. Itt a szobánk. Itt a fürdőszobánk, nagyon nagy fürdőszoba van. Ez az Ibis Hotelben vagyunk egyébként. Ibis Hotel, és gyertek, nézzetek ki. Az elkínünkre.
arra lefelé, ha lemegyünk, az utca végén van lenne a tenger és a partrész, és erre felfedítse a lemegyünk. Sok mindent még nem tudunk, de megtaláljuk, kitaláljuk, megnézzük. Úgyhogy megérkeztünk Nizzában. Elindultunk első utóra Nizzában. Lemegyünk a tengerpartra, mert itt vagyunk a tengerparthoz közeli hotelben, az Ibis Hotelben, és mi szeretnénk egyet ott vacsorázni. Megvacsorázunk, megnézzük a lenti partot, sétálunk egy adott, és majd holnap egy másik irány, de most már negyed hét van, úgyhogy egy vacsora még belefér, és akkor jövünk vissza pihenni, megnézzük a partot. Az első vacsoránk. Szerintem jól néz ki, úgyhogy... Azért nem hagytunk semmit a tányéron, nem? Nem, de ezek a pici halak, ezt lehozatom. Ezek isteni pillanat voltak. Már itt van egy ilyen kis hal. A szeme minden rajta van. Nagyon fél fokhagymás. Ez nagyon finom. Nézzétek meg, milyen gyönyörű a tengerpart. És elsétálunk. Café de Paris. Paris Café. Yes. Budapestről felé Paris Café-ba muzsikálunk. Mindenki sportol. Igen. Reggel lejövök én is, főzöm a sportcipőt, hozhattam volna egy melegítő alsót. Megyünk egy hatalmas lépcsőt. Most még nem is fogjátok tudni, hogy milyen magasra megyünk, de szerintem egyetlen egy perc, és már látjátok is, mi mit látunk ott a magasból. Sőt, még a nap is nem tudjuk átadni ezt, amit igazából... Addig még feljebb megyünk, mert még van feljebb is. Lejöttük a kilátóról. Várból, nagyon magason voltunk. Hát, és ahogy láttátok, szép. Annyira nagyon nagy szerencsénk volt, este 8 órakor zár, most van ennyi, hogy feljutottunk a csúcsra, megnéztük a naplementét, csináltunk néhány fotót, és jöttek, hogy finish, rossz, záróra, úgyhogy sajnáltuk azokat, akik éppen mentek felfelé, mert nagyon kemény oda felmenni. Most is felmutatja felé, akkor meg tudjuk mutatni, milyen magasról jönnek le az emberek. Igen.
milyen a francia fagyi? Ó, isteni finom, de mindenhol fagyi hátán, cukormentes nincsen, de teljesen mindegy. Mind? Egy gombóc nem a belefér. Egy gombóc nem gombóc. Újra itt vagyunk. Korán reggel van, és mi már sétálunk Vikivel. Nem nézek oda, sajnos nem bírok. Hát nem is lehet, mert annyira süt a nap, hogy előre alig látunk valamit, de lehet, hogy ti így láttok valamit, így pálmafákat, tengerpart. Gyönyörű napsütéses reggelünk van, tiszta pára a napszemegem, ugyanis egy 6 km gyalogoltunk eddig. Megyünk vissza és nézzetek meg, micsoda gyönyörű Nizza városa. Nice. Megyünk, szedünk egy kis narancsot, ilyen nagy narancsok vannak. Bejárjuk itt a kicsit. Hát nem is tudok mit mondani, mert csak álmolok és bámulok. Vagy gyertek velünk és nézzétek meg, hogy merre vagyunk. De egyébként a guide-om is azt mondta, hogy az egyik legszebb város. Nem jelva leggazdagabb is. Meglátjuk. Igaz-e, ami igaz? Gyönyörű, szép minden, az látszik. Igen, és mindenhol kamerák vannak, tesztel, és mondták, hogy az egész városban van kamerázva. Itt egy fa. Kicsit megpihentünk, hogy szóztak az útnál, vagy mi ez? Azt hittem, hogy pont, hogy fúzolok, hogy tudod. Igen, itt vagyunk egy gyönyörű kertben, növénykertben. Megpihentünk. De megyünk is tovább, mert sajnos nem sok időnk van. Van egy fél órát, hogy bejárjuk ezt az egészet. Hajrá! Nézd a hozzá! Szép szelfi pontok! Ezért te csak milyen szép ott lent. Betelni a látnivalóval. Egyszerűen nem tudjuk merre menjünk, merre nézzünk, annyi minden szépség van. És a kikötő rész, ez valami csodálatos.
talán így látszik minden mögöttünk. Igen, bent vagyunk a magasban, mögöttünk a kikötő, és mi mindig megyünk tovább. Úgy érzem magam speciál, mint hogyha Olaszországban lennék, mondjuk Sorrentóban. Ez az óceáni múzeum Monacóba. Mindent látom, amit kellett egyébként. Megérkeztünk egy gyönyörű szép kis faluba, Ezébe, ahol most voltunk az előbb a parfümgyárban. Most pedig egy csodálatos helyre megyünk fel. De mondhatnám, hogy csodálatos lefelé, felfelé, mindenhol. Egyébként ez a Franciaország számomra nyújt annyit, amennyit eddig Olaszország nyújtott. Jobbról, balra, balra, jobbra, lentről, fölött, de csak lejjünk. Előről, hátra, hátulról, előre. Véget ért a mai túránk, itt Ezé, vagy Éze, vagy nem tudom, hogy kell mondani a város nevét. Onnan jövünk fentről, a várból, egy jó kis fagyival. Gyönyörű volt itt is minden, voltunk parfümlátogatáson, megnéztük ezt a gyönyörű szép várost. Most nem tudom elmondani nektek, hogy mi volt ott, de nézzétek meg itt a videóban. Úgyhogy holnap folytatjuk a napot, de még ma Nizzában folytatjuk, mert megyünk egy frankó helyre vacsorázni, és holnap egy másik városba megyünk, úgyhogy még mindig tartsatok velünk. Maradjatok itt, mert egy igazi, hát nem is halat, de tengeri kütyüt szeretnék enni, ami lehet, hogy polip lesz, lehet, hogy garnéla. Ha találunk. Lehet, hogy barrakuda, valami lesz. Na, maradjatok itt velünk. Ha nem, akkor rántott is. Jó, az is jó. Habár mondjuk az is jó. A fagyizás kellős közepette még eszünkbe jutott egy gondolat, ami mellett nem mehetünk el itt a településen, Ezé vagy Ézében. Ebben a kis faluban, ami egy nagyon nagy turisztikai falu, itt van háza vagy nyaralója, ki hogyan akarja nevezni, a YouTube énekesének Bonónak. Bizony, ez szerintem egy nagyon nagy információ. Igen. De lehet, hogy láttuk is egyébként a házat. Igen, mert szokták mondani, hogy Beyoncé, most mondták, hogy Beyoncé is jár ide, tehát azért látszik, hogy itt a Francia Rivérán, legalábbis most
hát a két nap után azt mondom, hogy mindenki Monte Carlo, Monaco, igaz? Uh-huh. És sokkal szebb helyek is vannak itt. Mi is konkrétan Monte Carlo miatt jöttünk, mert nekem az volt egy nagy-nagy bakancsistám. De ha hazamegyek, akkor már nem Monte Carlo-ra, jelen pillanatban ez a település. Meg Nizza is rávert Monte Carlo-ra. Egyébként én nem is gondoltam, hogy igaza van az egyik ismerősünknek, barátunknak, hogy Franciaország kisebb falvai mi mennyire szépek és mennyire élvezhető. Én így vagyok egész pólóba, nem tudom, hogy hány fok van, de nem fázok. Sokat sétálunk, tehát nagyon kellemes élmény, látvány. Lóri, aki nagyon-nagyon nagy francia rajongó, tőle tanultam a francia lecsót is, próbáltok ki, és ő mindig azt mondja, hogy Párizs, legyen te egyet, menjetek be a kisfaluba, és tényleg így van. Górvidék, mindenhol a borok, a szép erdők, minden szép, úgyhogy szerintem lesz egy következő útunk, amikor bemegyünk majd Párizs belsébe, és ott el fogunk egy kis időt tölteni. Bizony. Vagy Párizs, bocsánat, Franciaország belsébe. Na de még sok van vissza ebből a videóból, úgyhogy ne menjetek. Ne kapcsoljatok át másra, úgyhogy maradjatok velünk, mert reméljük... Még van 3 nap vissza, úgyhogy mi csak a második napnál vagyunk. 3 nap? Igen. Ma van csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, úgyhogy még bizonyára, amikor néztek ezt a videót, még csak a 1/3-án jártok. És megmondom őszintén, arra is van esély, hogy láttok majd minket sírni vasárnap, mikor haza kell menni. Hát azért sírni nem fogok. Ekkora könnyet fogok ejteni. Nagyon-nagyon sok helyen jártunk, és még nagyon sok helyre szeretnénk eljutni, de mindig azt mondom, gyönyörű, ez is gyönyörű, nagyon sok gyönyörű hely van, én annyira szeretek hazamenni. Én azt mondom, hogy tényleg jó helyre születtünk, nagyon szép Magyarország, ritka szép város, Budapest, viszont el kell menni máshova is, hogy lássunk csodát, de nekem a legnagyobb csoda az otthon van. Ez is gyönyörű, ezért is gyönyörű. Ezért is. Nagy nap után, Monaco, Monte Carlo után eljöttünk a, hát mondhatni úgy, mint a sétáló utca lenne nálunk egy jó vacsorára. Nagyon szép éttermek vannak itt. Még nem tudjuk, hogy még mit eszünk, megvárjuk az étlapot. Szeretnénk halat enni, ha van, de délben is kalamáré tettünk. Én tonhalat ettem, azt hiszem. Tonhalat ettél, megnézzük, hogy mi van. Egy lazacot mondjuk azért meg tudnék enni, de ha nincs, akkor nekem jó a pizza is. Úgyhogy... Megnézzük. De nézzétek meg, hogy milyen szép kis helyen vagyunk. Igen. A pizzád már megvan. Meghozták a pizzámat, közben Edittel is itt vagyok vonalva, úgyhogy beszélek vele. Úgyhogy... Megesszük a pizzát. Huszka Péter is itt van. Most fölvesz a kamerával. Most benne leszel a videóban, majd amiben lesz legközelebb megint. Köszönjük mindenkinek, sziasztok! Sziasztok! Szia Péter! Szevasz Peti! Sziasztok! Sziasztok! Megkezdtük a 3. napunkat itt Nizza és környékén. Ma egy vadonatúj helyre megyünk, Menton, vagy ahogy itt mondják, Monton nevű városba, amiről annyit tudunk, amit hallottunk róla, hogy ez egy olasz típusú város, és a képek alapján, hogy néztem, olyan Portofino, Amalfi-szerű színes házak hegyoldalba, úgyhogy tetszett, tartsatok velünk. Vonattal megyünk, úgyhogy most irányi vasútállomás. Bizony. Itt vagyunk a Nizzai vasútállomáson, vagy a Nice-i vasútállomáson. Megyünk, megkeressük a D-vágányt, mert arról indulunk Mentonba. Nagyon egyszerű vonattal közlekedni. Vannak egy automaták, mi tegnap megvettük már a mai napra. Teljesen mindegy, hogy mikor megyünk, oda-vissza lehetett megvenni a jegyet. Ide jöttünk, ki van írva, hogy a D-vágányról megy. 15 perc múlva, úgyhogy... Megyünk és megnézzük Mentont.
előbb azzal kicsekedtem, hogy hú, milyen jó itt a vonat, hogy veszel egy egyet, és egész nap közlekedhetsz. Van egy hátránya, hogy például Mentonba vagy Montonba menő vonat, Monte Carlo, Monaco keresztül. Úgyhogy olyan vannak ponton, hogy itt a heringek utának, nekünk már ott volt egy szerencsénk, fölfutottam, és leveletem volt két hely, úgyhogy leültünk, és végig utaztuk a futat. Elmondom, hogy hogy volt szerencsénk. Viki fel tudott jönni időben. Én meg annyira előrengettem a hölgyeket, hogy messze kerültünk egymáshoz, és hogy Viki gyors volt, és szemfüles, talált két helyet, és megvárt engem, és én is le tudtam jönni. Így történt. Megérkeztünk Mentonba. Ez egy kisváros, úgy mondják, hogy a francia Riviera gyöngyszeme. Megnézzük, hogy valóban az-e. Látom, a kaszinó már nagy táblákon hirdeti magát. De nagyon feelinges, még korán van egyébként, 2012. Úgyhogy útnak indulunk az Óváros felé, higgyeltek velünk. A levegő 16 fok, azért egy kis kardigánt elviselünk, mögöttem az úriember viszont be van a vízbe. Meg sem nézem, mennyi hány fokos a víz. Indulunk ki a világító toronyig. Mindjárt meglátjátok, milyen szép helyen vagyunk. Itt vannak ezek az olasz feelingű kis házak, és megyünk tovább egyenesen. Szekeres Adrien és a TNT Ákos énekelte a kikötők dalt. Igen, igen. Azért ez egy nagyon szép kikötő itt a hátunk mögött. Hát remélem, hogy ki lehet venni, de szeretném magamat és magunkat is kiebb benne lépek, látni. Hogy ott látszódjon. Most április van, de azt beszéltük, hogy valószínű, hogy nyáron ez is iszonyatosan feelinges lehet. Így is nagyon jó, mi ezt szeretjük, amikor nincs ezer turista, de azért nyáron itt a tenger, fürdeni, most pedig még megyünk a világító toronyhoz. Bejöttünk egy nagyon-nagyon feelinges kis étterembe. Itt vannak az ételek, a tenger. Na, most teszünk először talán egy formát. Nem? Igen, tuna. Kíváncsi leszek a reakciódra. Tényleg jó. Nagyon. Jó. Nagyon. Na. Igazi grillen sült. Tonhal? Igen, de lehet, hogy van nyers része is. Hoppáré. Nem, az ja, rossz. Médium. Igen. Hűha. Finom lesz szerintem. Hú, de nagyon finom, de nagyon csíkoszom. Na megnézzük, jó? Fenóta. Nézzétek meg, ez egy iszonyatosan finom étel. Tonhal, de rozéba, tehát félig nyers, moszat, zöldba, krumpli, csili paprikával. Hát ha most mondanám, hogy kóstoljátok meg, mert annyira, de annyira finom, és igazán érződik, hogy ilyen füstölt, nem füstölt, hanem grillen sült. Sziasztok! Hello, Ervin! Editnek nagyon boldog születésnapot kívánunk! Nagyon boldog szülinapot! Sok boldogságot kívánunk!
tiszta szívünkből, Ervin, Viki és Fecó. És ez most a Lizzai videóban benne lesz, úgyhogy. Isten éltessen. Hova mentek? Hát most vásároltunk 5 kecskét, és most már megyünk hazafelé. Na, jól van. Hamarosan elindulunk ezzel a kis vasúttal, hogy mielőtt elhagynánk ezt a várost, azelőtt még megnézzük a belső részeit is, mert nem mentünk el gyalog. Menton, vagy ahogy mondják, Monton, úgyhogy meg vonatozunk, és megnézzük, bemutatjuk nektek, hogy mi van a tengerparton túl. Vége a vonatkozásunknak. Megmondom őszintén, hogy kevesebb lett volna ez a nap, ha nem jövünk el ezzel a kis vonattúrára. Menton vagy Monton, meg is csak ezt mondom, egy gyönyörű kis város, és épp azt mondtam Ferinek, hogy itt el tudnék képzelni élni, itt minden van, itt megvan a történelem, megvan az új, megvan a tenger, minden, és nyugodtak az emberek, és gyönyörű szép, úgyhogy ha erre jártok Monaco, Monte Carlo, vagy a Francia Riviera, ezt a várost ne hagyjátok ki. Mi is jól tettük, hogy eljöttünk. Indulunk hazafelé, de ezt már nem hagyhattuk ki Mentonba, Montonba. Nézzétek meg, tele van narancssal a fa, és végig egy narancsfa jut a sor. Ez a negyedik napunk, fontosabban az utolsó előtti napunk, mert holnap már megyünk haza. Ma még bejárjuk Nizza városát, és most így a délelőtti órákban, 10:30-kor elsőként eljöttünk a Szent Miklós katedrálishoz, egy ortodox templomhoz, ami egyébként moszkvai fennhatóság alá tartozik. Úgyhogy gyertek velük, nézzetek meg egy gyönyörű szép épület. Ott van, és itt vagyunk a sétáló utcán, ahol minden márka megtalálható. Rengeteg ember van, bármilyen üzletbe bementünk, mindenhol rengetegen voltak. De egyébként azt is el kell mondjam, hogy most van a Tour de France itt Lizzában, úgyhogy rengetegen sportolnak, futnak, gyalogolnak, majd a tengerparton, sőt már a videóban volt is, hogy láttátok. Úgyhogy
nyugalom van, de rengeteg a tömeg, és nézzetek meg, hogy utcán keresztül, villamosineken keresztül mennek az emberek, és még sincs probléma. Mentünk egy esküvőbe, család fotózás van. Én is csak a neten olvastam, hogy itt Nizza óvárosában minden szombaton virágvásár, növényvásár, úgyhogy most megnézzük a piacot is. Közben egy kis gitáros megkísér bennünket. Eljöttünk a vízeséshez, ez volt az egyik célpont, amit akartunk nézni, úgyhogy most itt vagyunk fent, iszonyatos magason, de gyönyörű látvány, úgyhogy áldjunk, mert jön ránk a víz, úgyhogy megyünk ki, megyünk tovább. Sziasztok! Sziasztok! Vasárnap reggel vagy délelőtt 3:11 van. Itt kezdtük néhány nappal a videót Nizzába, most itt is helyezzük be. Véget ért a pihenésünk. Szerintem egy nagyon kellemes utazáson vagyunk túl. Gyönyörű helyeken jártunk. Még mindig csak azt tudom mondani, hogy ez a Francia Riviera gyönyörű volt. Nekem Monaco és Monte Carlo nem hozott annyit, mint amennyit vártam. Ezzel ellentétben Menton, Monton, Éze és Nizza viszont gyönyörű volt. Ajánlom mindenkinek, úgyhogy aki teheti, jöjjön ellátogassa. De mi pedig indulunk a reptérre és megyünk haza Budapestre, mert holnap hétfő vár a munka, és minden kezdődik előről. Én nagyon-nagyon jól éreztem magam egyébként. Az, hogy nagyon sokat tudtunk hódolni a sportunknak, nagyon sokat gyalogoltunk, olyan kajákat tudtunk enni, amit egyébként otthon nem tudunk. Ugye egy frissen a tengerük kifogják a finom kis halakat, úgyhogy mi erre rá vagyunk állva, és ezentúl is szeretnénk ilyen jó kis visszafogott kajákat enni. De minden egyes nyaralásunk arról szól, hogy pihenjünk, jól érezzük magunkat, és egyszerűen csak annyi, hogy élvezzük az életet, és ez remélem, hogy az elkövetkező 100 évben is így lesz. Még egy gondolat. A sportunk, a gyaloglás az nekünk egy intenzív gyaloglás, nem a séta, és itt a 4 napban, nem tudom, hogy mennyi gyalogolhattunk, de a napi 20 km biztos, de intenzíven, és azon kívül még sétáltunk is. Úgyhogy tegnap este hazajöttünk 8:30 körül, hogy kimegyünk mi majd a városba, ledöltünk az ágyra, kezünkbe a telefonra, és reggel 7 órakor keltem fel. Úgyhogy ennyire kifáradtunk itt Nizzában és környékén, de jó volt, frankó időnk volt, a lehető legszebb, április, Heidrika van ma, 7-éhez képest, 25 fokok, azt gondolom megint csak kifogtuk, úgyhogy köszönünk mindent odafent, úgyhogy megyünk haza.
nagyon jól esik, hogy megnéztétek ezt a videót, nyugodtan írjatok hozzá, és hogyha bármilyen kérdésetek van, akkor Viki szívesen felel rá. Meg én is, ha bár én másképp élem meg a nyaralásokat, Viki mondjuk úgy nézi, hogy mi a jó szálloda, mi a jó lehetséges mondjuk pénztárcához közeli árakat, hol lehet látni, tehát ő sokkal többet tud segíteni, mint én. Én csak egyszerűen átveszem a város forgását, Viki meg néz és szemfüles, és mindent megtesz azért, hogy mondjuk bárki, ha bármit kérdez egy-egy nyaralás után, akkor jól tudjon válaszolni. És hogyha valakit ösztönöz ez a kirándulás, akkor persze, hogy hozzáforduljatok nagyon nagy bizalommal. Nyugodtan segítek bárkinek, úgyhogy legyen csodás napotok. Sziasztok! Sziasztok!